Sziasztok, Dave Martinnal beszélgetünk itt. Szia, hogy érezted magad a ma esti sóstónajzon? Sziasztok. Hát nagyon jól éreztem magam, mint látjátok, még mindig lihegek. Eléggé kemény volt a buli. Nagyon jól éreztem magam, igen. Jön a nyár, jön a fesztivál szezonok. Hol találkozhatunk veled a közévében, a rajongóit hol találhatnak meg? Rengeteg helyen fogok fellépni. Elsősorban Budapesten, a Rio Clubban és a Budapest Parkban találhattok meg. Eddig a Playben játszottam, és ott majdnem heti rendszerességgel találkozhatottok velem, de ezen kívül számos vidéki fellépésen is találkozhattok. És akkor most mesélj egy kicsit arról a bizonyos dalról, a Hole at the Moon című dalról, amely ugye nagyon nagy sikert alakotott abban a bizonyos formációban, amelyel ugye David Guettát és Avicii-t is megelőztétek. Mi a siker titka és hogy készült ez a dal? Hát, hogy mi a siker titka, az fogalmam sincs. Igazából csak azt csináltuk, amit szeretünk, zenét írtunk. Hát igazából az egész úgy kezdődött, hogy Zsoltival, a Muzaikból, a Sullivannel kitaláltuk, hogy szeretnénk csinálni valami olyat, amit így eddig igazán itthon senki nem csinált, és ez lett a Stadium X nevű projekt, amiben ketten vagyunk, és igazából ez az első bemutatkozó zenénk, amit Tyler Rain bokájával közösen egészítettünk ki. És igazából megírtuk a zenét, próbáltunk olyat csinálni, ami nekünk tetszik, és úgy néz ki, hogy az embereknek is tetszett. Hát igen, ez a zene az nagyon jól sikerült, nagyon magasra tettétek fel a lécet, és mi a karrierek a következő lépcsőfok, hova tovább, mik a jövőbeli tervek, esetleg külföldi fellépések, vagy Magyarországot még jobban bejárni? Hát az első bemutatkozó fellépésünk a Pacha Ibiza nevű klubban lesz, ami a klubnak a nyitó bulija lesz, most ezt a szezont mi nyitjuk, Nicky Romeroval és Don Diablóval, szóval ez elég nagy számnak ígérkezik. Aztán igazából a Facebook oldalunkon mindig próbálunk aktuálisan tájékoztatni, hogy mi történik velünk, így mindenkit. Ami mostanában fog, a Sultán és Necsepört párosnak készítettünk egy remixet, ami úgy elég nagy durranásnak ígérkezik, illetve pont a múlt héten mutatták be a BBC Radio One-on a másik új remixünket, ami ezen kívül meg fog jelenni, az pedig a Wilkinson nevű drum and bass emberkének a számára készítettük. Hát biztosan nagyon nagy sikert fogtok aratni, további sok sikert kívánok, és köszönöm szépen a ránszánt időt. Én köszönöm.